Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat. Lords of the Organ, azaz az orgona főúrai. Ez a mai estének a címe. Nagyon köszönöm a barokk esküvőnek és a nyári fesztiválnak, hogy helyet adtak ennek a hangversenynek itt. A lordok, a főúrak az orgona körül kicsit olyanok, mint hogyha ő a hangszerek királya, akkor a főúrak azok, akik körülülik a játszóasztalt. Bach természetesen minden évben helyet kap emellett a játszóasztal mellett, és minden évben olyan embereket válogatok mellé a repertoáromból, akik valamilyen módon kapcsolódnak az évhez. És hát 2018 elkényeztet bennünket, mert hogy idén évfordulós Gershwin, Vivaldi, Grieg, Bizet, csak hogy néhányat mondjak, úgyhogy nagyon egyszerű volt válogatni, csak néhány remek művet kellett egymás után rakni, bele is vágok. Rögtön az elején Vivaldi, mert hogy ő a korelnök, és rajta érzem leginkább azt, hogy szeretne kapcsolatot teremteni önökkel, mert nagyon kevés zeneszerző van az ő idejében, aki úgy ír kottát, hogy nem csupán arra törekszik, hogy szép zenét írjon, de még arra is törekszik, hogy önök értsék azt a szép zenét. Megmondom, mire gondolok. Ugye programzenét ír Vivaldi, ami körülbelül 200 éven át még nem volt divatban, majd Liszt Ferencnél kezd újra divatba jönni. Programzenét, ez azt jelenti, hogy nem elégszik meg azzal, hogy szépen kunkorítja a dallamot, hanem az kell neki, hogy egyes dallamívei és egyes gondolatai zenei képeket közvetítsenek. Például most játszom a Tavaszt a négy évszakból, és a Tavaszban időről időre feltűnnek ilyen zenei képek. És ráadásul Vivaldi rendkívül igényesen mindezt vers formában, szonett formában írja meg, beírja a verset a kotta sorai közé. Tehát ott, ahol madarak csicseregnek, ott Vivaldi megírja ezt a zenében. Ott, ahol patak csörgedezik, ott is megírja ezt a zenében. Nehéz eldönteni, hogy mi volt előbb a szöveg, tehát a vers, amit Vivaldi komponál, vagy éppen a zene. És nem fogok minden verset végig elcitálni, de megkértem Papp Norbert festőművész barátomat, hogy narrálja, vizuálisan narrálja ezt a hangversenyt. Tehát ott, ahol egyes dolgok történnek a zenében, ott megelevenedik majd a vászon. És önök látják azt, hogy hát itt csiripelnek a madarak. Akkor, amikor a patak, vagy amikor kitör a vihar, akkor a homlokukra csapnak, és azt mondják, hogy hát itt van. Fogják látni, hogy mennyire képszerű Vivaldi zenéje. Az első tétel, tehát egy természeti kép, vihar előtt csiripelő madarak, vihar után csiripelő madarak, és körülbelül ezzel zárul. A második tétel az embert mutatja a természetben. Egy juhászt látunk, és a juhász lábainál a kutyája, a juhász elalszik, a nyája szerteszét, és a kutyája az, aki vigyáz a nyájra. Izgalmas hallgatni, egy ilyen vakkantást komponál Vivaldi, én majd a lábammal fogok vakkantani időről időre. Van ott lent egy ilyen mély wah regiszter, amit be lehet játszani, és az adja majd ezt a kicsit ordinári ugatást ebben a második tételben. Érdekes arra gondolni, hogy nagyon sokszor ezt kispórolják Vivaldi második tételéből, mert hát esztétikusabb a zene, hogyha nincs benne ez az ordinári hang. De hát pont a lényeget sinkófálják el belőle, az, hogy Vivaldi itt egy őr kutyát szeretett volna megírni. Eredetileg egyébként a brácsa volt, ami behúzkodta, de én majd a lábammal teszem mindezt. A harmadik tétel pedig egy falusi mulatságot mutat. Ezen a falusi mulatságon együtt mulat a falu apraja és nagyja, és aztán egy idő után csatlakoznak hozzájuk a nimfák. Ezek a gyönyörű, tündérkék, éterien szép hölgyek, megmondom őszintén, én is szívesen részt vennék olyan partiban, ahol a nimfák is jelen vannak, csak ma már nem nagyon rendeznek ilyeneket, ehhez Vivaldit kell hallgatni, hogy az ember ennek részese legyen. Úgyhogy ez pedig a harmadik tétel, amikor beérünk a faluba, tehát egészen a természettől az emberi közösségig tart Vivaldi Tavasza. Hallgassák őt úgy, hogy nagyon szeretné önöket megfogni. Szinte azt érzem rajta, hogy kinyúl a kottából, és meg szeretné fogni az önök kezét, hogy kapcsolatot teremthessenek egymással. Teszi ezt ugye a szonetteken keresztül. Egy huncut papról van szó, ezt érdemes tudni Vivaldi esetében. Vörös pap, így is hívták őt, nem volt kommunista, csak lángörös haja volt, és már messziről meg lehetett mondani, hogy ő misézik, amikor az oltárnál állt. Persze néha abból is meg lehetett mondani, hogy ő misézik, hogy nem állt az oltárnál Vivaldi atya. Mert hogyha eszébe jutott egy izgalmas zenei gondolat, akkor ő kiment az oltártól, és az fölírta a sekrestjében. A gyülekezete meg közben megvárta.
nem tudták, mire vélni kezdetben. Először azt hitték, hogy hát Vivaldi atya beteg, akkor sajnálták, akkor érdeklődtek az egészsége felől, hogy hát mégis hogy, meg mi. Amikor kiderült, hogy hát ő igazából tett egy prioritást a fejében, a gyülekezet volt a második, a zene az első, hát akkor följelentették. Na, olyan érdekes emberi mentalitás. Szerencsére a püspökének a helyén volt a szíve, fölmentette Vivaldit a misetartási kötelezettsége alól, mellkasi fájdalmakra panaszkodtak, hogy ezért nem tud Vivaldi misét tartani. Minden esetre hozzátenném, hogy ezek a mellkasi fájdalmak mindig csak akkor jelentkeztek, amikor misét kellett tartani. Huncut pap, Antonio Vivaldi, ez a huncutság, ez a félmosoly, ez a fricska, ez benne van a zenéjében. Hallgassák így. Örülök, hogy itt vannak, örülök, hogy találkozhatunk. Érezzék jól magukat, én igyekezni fogok. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Amikor kölyök koromban randiztam, akkor kiderült, hogy klasszikus zenével kezdek foglalkozni, akkor a lányok mindig Vivaldival hozakodtak elő, mert hogy olyan könnyen érthető, olyan egyszerű, olyan belépő tulajdonképpen a klasszikusok világába, de második randira csak azzal került sor, aki Bachot is ismerte. Mert hogy Bach pedig hát valahol a kiteljesedés Vivaldi után. Egészen más típusú zene következik, egy nagyon boldog zene. Abból a korszakából Bachnak nem nehéz kitalálni, amikor nagyon boldog volt. Köthenben, Lipót herceg udvarában olyan ember volt a munkaadója. Lipót maga is 4 hangszeren játszott. Ha bele számolhatjuk a művészi énekhangját, trombitált, viola da gambán, csembalózott és énekelt, ha jól emlékszem. Tehát pontosan tudta, hogy mekkora kincs van a kezei között Bach, ha ennek megfelelően szerette, tisztelte, becsülte. Olyan szoros volt a két család között a kapcsolat, hogy a herceg az egyik Bach fiú keresztapaságát is elvállalta. Ez pedig ritka, hiszen hát kékvérű volt a herceg, Bach pedig közember. Nem szoktak ilyeneket csinálni akkortájt, de mutatja, hogy mennyire szerették egymást. Egységesen nagyon, nagyon magas színvonal és nagyon értékes művek születtek itt Köthenben. Ekkor írja Bach a brandenburgi versenyeket, a cellószviteket, a hadzenekari szvitet, és mindegyiket úgy írja, hogy a közönség olyan, mint Lipót, tehát értő közönség. Nem csak arra gondol, hogy legyen meg, mert vasárnapra meg kell lennie valaminek, mint mondjuk Lipcsében, bár Bach művei egyébként is mindig nagyon magas színvonalúan kidolgozottak. De képzeljék el azt a légkört, amikor úgy dolgozhat, hogy tudja, hogy a befogadó mindent ért abból, amit ő csinál. A belső szólamokat, az egész szerkezetet. Ennek megfelelően értően hallgatja. Na ez a közeg, ez húzza felfelé Bachot, és ennek megfelelő műalkotásokat komponál. Még annyit a D-dur szvit áriája következik, hogy nagyon izgalmas közegben került előadásra, semmiképp nem ennyi embernek, mint ahányan ma itt vagyunk. Általában 2 fő hallgatta. Lipót herceg és a felesége. Aztán, hogyha voltak vendégeik, akkor meghívták a vendégeket. De ezt úgy képzeljék el, az ilyen estéket, hogy miután megvacsoráztak, és nem csak úgy összecsapták, hogy beugrottak egy gyors étkezdébe, hanem megfelelő bor a megfelelő ételhez. Így felszolgálva, így élve az életet. Na, azután átvonultak a koncertszobába, és Lipót intett Bachnak, hogy mehet. Tehát mielőtt az urak a szivarszobába mentek volna, a hölgyek beszélgetni a szalomba, azért egy picit zenét hallgattak. És így gondoljanak bele, hogy micsoda szerencsések vagyunk, ami a technológiát illeti, hogy úgy élhetünk sokszor, mint egy herceg. Hát, hogy egy gombnyomásnyira van tőlünk a világ zenei kincse tulajdonképpen. Lipótnak meg kellett fizetnie 10-12 embert, hogyha zenét akart hallgatni. Etetni, altatni egy éven át. D-dur szvit, ária. Thank you.
ritkán ugrik akkorát alkotó a saját életművén belül, mint Bizé tette ezt a Carmennel. Ha ismerik az életművét, akkor tudják, hogy ami a Carmen előtt van, az tök jó. Aztán jön a Carmen, ami pedig elképesztő. Hogy honnan gyűjti a karaktereit. Például a főszereplő személyét több asszonyból gyúrja össze. Celeste Mogadorral, ez egy rossz hírű párizsi dáma volt, de egy gyönyörű hölgy. Celeste Mogadorral találkozik Vézin és Párizs között a vonaton. És azonnal belé szeret. Bizé jelleme kettős. Egyszerre vonzák a könnyű nők, és egyszerre erkölcsös ember. Tudja, hogy nem volna szabad ő neki Celeste Mogadorhoz közelednie, de nem tud nem közeledni Celeste Mogadorhoz. Na de hát ez a hölgy, ez egy dáma. Hát így söpri le magáról ezt a fiatal embert. Nem sokkal később férjhez megy egy grófhoz, tehát jól helyezkedik Celeste Mogador, de ezzel azt hiszem, hogy megvan Carmen egyik alapvető jellemvonása. Rengeteget tanul ebből Bizé. Celeste Mogador után, vagy az iránta érzett hiába való szerelem után azonnal elveszi a tanára lányát feleségül, jó polgárlányt fejfájásokkal. Hát egy erkölcsös ember is, Bizé. Aztán egy másik Celeste, Celestine Gallimarié rengeteget segít a zeneszerzőnek, hogy megkomponálja a főhősnőt. Tolba mond neki dolgokat. 13-szor iratja át az abanyérát, a saját nagy áriáját, a belépő áriáját a zeneszerzővel. 13-szor iratja át, és nem csak a zenét, de a szöveget is. Ezeket a sorokat, mert a szerelem, mint a lepke, csalfán ágról ágra száll, és hogyha kergeted, elhagy messze. Ezeket Celestine Gallimarié diktálja tolba Bizének. Az meg odaírja a saját tollával, odaírja a partitúra szélére a librettistáknak, hogy ezen ne változtassanak, ha lehet. Ez fontos. És hát annak ellenére, hogy csodálatosat alkot, annak ellenére, hogy a lelkét teszi ebbe az alkotásba, az opera megbukik. Utálják a párizsiak. Az egyik okát, az teljesen nyilvánvaló, az opera komikban kerül bemutatásra, ami egy gyönyörű, polgári milliójű, csodálatos színház. Beülnek oda az emberek szépen felöltözve, és a színpadon pedig mindenféle aljanépet találnak, akik csempésznek, meg gyilkolnak, meg hazudoznak, meg szerelemmel csábítanak. Hát ezt a részét még értem, megmondom őszintén, az ő szemszögükből. De a másik ok, amiért megbukik az opera, annyira banális, hogy tragikomikus. Ugyanis, hölgyeim és uraim, az opera komik Párizs kerítő színháza. Ez azt jelenti, hogy az egyik oldalon ülnek a fiús családok, a másik oldalon ülnek a lányos családok. És bármilyen előadás közben ezek válogatnak. Próbálják kiházasítani a gyerekeiket, és képzeljék el azt az abszurd szituációt, hogy miközben ők már épp majdnem férjet találtak az eladósorban lévő lányuknak, lent valaki belehal a szerelembe a színpadon. Hát nagyon nem jó üzenet. Ráadásul nem is a szerelembe, hát az opera azért ennél komplexebb, nem a szerelembe hal bele Carmen, hanem a szabadságért hal meg. Hát baromi rossz üzenet. Ezt nem lehet. Ezzel nem tudnak mit kezdeni a korlátok között élő párizsi fiatal lányok. Sőt, hát nem tudnak mit kezdeni vele a gardedámok, akik fölöttük őrködnek, és éppen olyan korlátok között élik az életüket. Persze, hogy utálják. Persze, hogy megbukik. 100 év kell nekik, mire felismerik azt, hogy mekkora kincset kaptak Georges Bizétől, aki ezt viszont nem tudja kivárni. Sajnos egy éven belül a bemutató után meghal. Azt gondolom, hogy pontosan érezte, hogy milyen csodát alkotott, és nem kellett. Az ő lelke nem kellett az általa annyira szeretett párizsiaknak. 2 tételt azért megtapsoltak, az Abanérát, Carmen áriáját és a Toreador dalt. Én ebből a kettőből gyúrtam egy kis emlékezést erre a kiváló francia fiatalemberre. Georges Bizé tehát idén 180 éve született.
másik kiváló francia, Debussy, Claude Achille Debussy, idén kereken 100 éve, hogy már nincs közöttünk. Kettős családja volt Debussynek, az egyik a vér szerinti, akitől egész életébe távolodni igyekezett, és ne értsék félre, nem volt ebbe se rossz élmény, se rossz indulat, se harag, hanem egész egyszerűen érezte azt, hogy abban a kispolgári, szűkkeblű légkörben, ahol ő született, nem tud nagyot alkotni. 5 éves korától a nyarakat a gazdag nagybátyjánál töltötte, keresztapjánál, bankár volt az úr, a Kódazűrön. És ebben a gyönyörű villában festmények, szobrok a kertben, művészbarátok, olyan közeg vette őt körül, hogy szépen lassan tudatosult benne, hogy ez az a közeg, ez az a hely, így tud ő maradandót és nagyot alkotni. És onnantól kezdve keresi ezt a társaságot, távolodik a vérszerinti és közeledik a szellemi családjához Debussy. Ugyanilyen szellemi családtag az a Madame de Fleurville, aki a zongora tanárnője lesz, és még Chopin tanítványa volt. Tehát az idős hölgyön keresztül tulajdonképpen két zongorista generáció tud kezet fogni egymással, és mindkettőjük, a keresztapa és a zongora tanárnő baráti köre is azok a véleményformálók, azok az értelmiségiek, akiknek a társasága nagyon inspirálja ezt a fiatal embert. Az ő baráti körükből kerül ki a Vásznyié házaspár, Pierre Vásznyié egy jó nevű mérnök, a felesége Madame Blanche, műkedvelő muzsikus, két pici gyerekkel élnek a Rue de Constantinople-n Párizsban, ott tartanak fönt egy gyönyörű lakást, és úgy kerül hozzájuk Debussy, hogy zongora kísérőként Madame Blanche nagyon szépen énekelt. De hamar túllép ez a zongora kísérői státuszon, és barátsággá változik. Odaengedik az asztalukhoz. Élénk, parázs viták vannak ennél az asztalnál, és Pierre Vásznyié zseniálisan mentorálja ezt a fiatal embert. Nem veri bele a betonba, hogy ezt se jól gondolod, megint férc munkát alkottál, hogy képzeled ezt, írd át, stb. Nekem volt ilyen tanárom, aki ezt tette. Ennek is van haszna, mert az ember ettől megerősödik. De azért mégiscsak ott kezdtem repülni, amikor olyan emberekkel találkoztam, akik levegőt tereltek a szárnyaim alá, és Pierre Vásznyié ilyen ember, a gondolataival, azzal, ahogy közeledik ehhez a fiatal emberhez, levegőt terel a szárnyai alá. Hát lehet hallani, hogy lehet látni a kottákat, hogy hányszor átír Debussy ebben az időszakban egy-egy darabját, csak azért, mert a belső mérce egyre magasabbra és magasabbra kerül benne. Tehát ilyen hatással van rá Pierre Vásznyié, rajta keresztül megérti, hogy mi is az a savoir-vivre, az élet szeretete, hogy nem mindegy, hogy hogy éljük az életünket. Rajta keresztül megérti azt, hogy fontos, hogy eszünk, hogy fontos az, hogy milyen kiállítással megyünk el, hogy fontos az, hogy mit olvasunk, de hogy megálljon az ember a szépség mellett, ha csak a naplementéről van szó, hogy az ember ezeket az apró dolgokat beillesse az életébe, ezt érti meg ez a savoir-vivre, az élet szeretete, ezt érti meg Debussy Pierre Vásznyié mellett. Tehát nem akármilyen atyai barátról van szó, és a tragédia, hogy hát nyilván ezt nem lehet máshogy fiatal emberként befogadni, mint hogy ekkorára tárja szívét, lelkét. És a tragédia, hogy ekkorára tárt szívvel kibe szeret bele, mint Pierre Vásznyié feleségébe. Rettenetes. Ha elolvassuk azokat az ajánlásokat, amit azokba a kottákba ír Debussy, amiket ekkor komponál, akkor nem volt ez nyíltan kimondva, hogy ő szerelmes az asszonyba, de beleírja az ajánlásokba. Ott pontosan ki lehet venni, hogy itt messze többről van szó, mint fiatalember, aki zongora kísérő és polgárasszony, aki műkedvelő énekes, a jó barátságukról. Hála Istennek nem kell ítélkeznünk, nem tudjuk, hogy mi történt, hogy beteljesedette ez a szerelem, vagy nem. Erről nem szól a fáma. De azt tudjuk, hogy ezzel a lelkülettel, miközben ő egy dolgozó szobát kap a Vásznyié házban, zongorával, ott tölti a napjainak a jelentős részét, föl alá járkál, ki bámul az ablakon, rágja a cigarettát, egyikről a másikra gyújt Debussy, kikapar, beír, átír, hogy még jobbak, még magasabb színvonalúak legyenek a műalkotásai, és ebben az önmagát őrlő lelkületben egy szobára tőle, egy ajtóra tőle a szerelme boldog családi életet él. És ennek a fiatalembernek ezt sikerül megkomponálnia. Ekkor írja a Holdfényt.
Az este koronája szintén évfordulós George Gershwin, 120 éve született ez a kiváló amerikai. Azért szeretem Gershwint, mert a zenéje számomra legalábbis ilyen lelki akkumulátor töltő. Ő nem az a zenész, akinek azt mondják, hogy tessék, itt van 10 dolcsi, és akkor játsszál egy kicsit, hanem ő még talán fizetne is 10 dolcsit, hogy játszhasson egy kicsit. Mindig zenélt, amikor csak alkalma volt rá. A legkülönfélébb helyzetekben kapjuk zongorázás mellett. Nem egyszer előforduló, hogy elkísér a partiba valami nagyon menő színésznőt, aztán meglát egy zongorát, és a nagyon menő színésznő másfél óra múlva látja újra, amikor föl kell a zongorától. Addig kénytelen valahogy lefoglalnia magát a partiban, mert ennyire bele volt ágyazva George Gershwin a zenébe. Nem az a fajta muzsikus, aki fölmegy egy elefántcsontoronyba, és onnan leszór időnként pár kottát, hogy tessék, én írtam. Tessék értékelni engem, hanem az, aki mindig, minden alkalommal, amikor csak lehetősége van rá. Valószínűleg ezért ilyen lelki akkumulátor töltő, ha rossz kedvem van, vagy lemerülnek az akkumulátoraim, berakom Gershwint, és egy negyed óra alatt pirosból sárgában vagyok. Ha még negyed órát hallgatom, akkor zöldben. Ilyen ereje van George Gershwin zenéjének. Amellett, hogy kiváló muzsikus, nagyszerűen fest, kiváló sportember, nagyszerű üzletember, olyan kedvemre való fickó George Gershwin. Ha már a nagyszerű üzletembernél tartunk a hangverseny után a lemezeimet, azt hiszem ezen az oldalon, vagy a másikon, a másik oldalon, ott lehet majd körülnézni. Az egész koncert műsorát fölvettük idén lemezre. Azt hiszem, hogy jól sikerült, nagyszerű csapat dolgozott rajta, úgyhogy kihozták belőlem a legjobbat. Ennyi a reklámhelye. A Kék Rapszódia eredetileg nem is kék volt, hanem amerikai rapszódia. Aztán Ira Gershwin, George testvére elment egy impressionista kiállításra, és olyan képeket látott ott, olyan címekkel, hogy Nocturne kékben és zöldben, hangulat szürkében és kékben, és nagyon megragadták őket ezek a hangulatok. Haza rongyolt, és azt mondta a testvérének, hogy te figyelj, George, a te zenédben pont ilyen hangulatok vannak, menj el, nézd meg a kiállítást, de egyébként is nevezzük a darabodat Kék Rapszódiának, ne amerikai rapszódiának. És ez több szempontból is nagyon betalált ez az angol blue szó, hiszen ez ugye magyarul csak kéket jelent, de angolul áthallásos. Egyszerre jelenti a színt, és egyszerre jelenti azt a szomorkás hangulatot, ami a blues zene alapja. És hát ha visszalapozunk a Gershwin életrajzban, akkor pici korában őt görkorival a lábán, hiszen állandóan görkorizott, ilyen utcagyerek volt George Gershwin, átgörkorizott Brooklynból, az ő szülő negyedéből New Yorkban Harlembe, és a legrosszabb csehóknak a lépcsőjén ült, ott hallgatta, hogy bent a feketék jazzt és blues-t játszanak, és ragadt rá a zene. Ez később nyakon öntötte egy kis klasszikus tanulmánnyal, és ez az a nagyon eredeti Gershwin stílus, ami eltéveszthetetlen. Tehát nagyon passzol a blue, a szomorkás hangulat, a blues ennek a darabnak a címében, Rhapsody in Blue. Magyarul sajnos el kell magyarázni, de talán most már nem biceg az elnevezés azzal, hogy Kék Rapszódiának hívjuk. Hogyha megengednek egy parányi személyes adalékot is ehhez a darabhoz, minden alkalommal, amikor a billentyűkhöz ülök, a Csikó éveim Amerikáját igyekszem önöknek eljátszani, ez ma is így lesz. Nagyon szerencsés voltam, kölyök voltam még, amikor mehettem, alig múltam 20. És 20 évesen az ember golyóálló. Én legalábbis úgy éreztem, és ilyenkor minden sikerül. Csak azért, mert elhisszük magunkról, hogy minden sikerület, és hogy golyóállóak vagyunk. Nekem is olyan vállalkozásaim jártak sikerrel, hogy már bele sem mernék vágni. De hát ahogy Amerikában, a nagyvárosban, New Yorkban az utcán sétáltam, ott minden nekem szól. Ezt a lendületet, ezt a hangulatot, ezt az egocentrizmust, Gershwin is fiatal, amikor a darabot írja, talán nem lövök nagyon mellé, hogyha ezzel a hangulattal játszom. De hát akkor, ha rám dudált valaki, hát akkor ez azért dudált, nem azért, mert útjába voltam, hanem biztos azért, mert szép vagyok, nem? Hogyha dudorászott egy hobó éjszaka a sikátorban, akkor az nyilván nekem énekel, csak mert tök jó fej. Hogyha reggel kiabált a pék az utcámban, hogy kész a friss kenyér, akkor az nyilván nekem szólt, nem? Mert egy hete ott laktam, csak tudja, hogy a híres magyar orgonaművész oda költözött az ő utcájába.
Hogyha szólt a vekker reggel, akkor az egy új lehetőség volt, nem olyan, mint ma, hogy ja Istenem, ma megint föl kell kelni. Hogyha döcögött a metró, akkor az egy ritmus volt a következő zenedarabhoz. Ha a szép lány rám mosolygott, nyilván nem a pasiára mosolygott, aki mögöttem jött, hanem rám. Kinövünk ebből az egocentrizmusból, legalábbis a legtöbbünk, de nagyon jó visszagondolni rá. És ahogy mondtam, Gershwin is fiatal. Ezt a lendületet, ezt az enyém a világ lendületet komponálja meg a Kék Rapszódiában. Illetve azt a hisztérikus Amerikát, ami a 20-as években az ő otthona. Hiszen vége már az első világháborúnak, még nincs gazdasági válság, és az emberek nagyon örülnek. Különösen Amerika nagyon örül, mert a gazdaság így megy fölfelé. Ez persze azért van, mert lerombolták a világnak a másik felét, katonát alig vesztve, és elkezdték újjáépíteni a másik felét a világnak, és ettől emelkedett az ő gazdaságuk, de mit számított ez az átlag amerikainak? Ő rekordot akart, színes magazint akart olvasni, rádiót akart olvasni, moziba akart menni, és mindezt megtett. Tehette. És ennek a lendületnek a közepén találjuk mindig George Gershwint. Saját rádióműsora van, de abban bemutat fiatalokat, nagyon okosan irányítva tehát a közízlést is. Például megírja a Porgy és Best 10 évekkel azelőtt, hogy Martin Luther King elmondta volna, hogy van egy álma. 10 évekkel azelőtt egy nyilatkozatot tesz az egyenlőségről, feketéket állít színpadra, a bőrével játszik George Gershwin, mégis megteszi. Tehát nagyon okosan, nem tudom mást mondani rá, vagy nem tudok mást mondani rá, mint hogy kedvemre való fickó. Úgyhogy a Kék Rapszódia zárja a mai hangversenyt, ami ide hozza önöknek New Yorkot. A zajaival, a hangjaival, a szagával, mindennel együtt. Nagyon kevés zeneszerző tudott zajban, zakatolásban dolgozni. Bach egy alkalommal leírta, hogy elment a nyitott ablak előtt egy kordé. És ez a kordé olyan égtelen lármával volt, hogy egy hétig utána nem jutott ihlethez. Képzeljék, mi történt volna Bachal New Yorkban. Valószínűleg egy hangot nem írt volna. Ezzel szemben Gershwin bevallottan inspirálódott a zajban. Sokszor azért ült vonatra, hogy a zakatolás az új impulzusokat indítson meg benne. Úgyhogy mindezt megírja a Kék Rapszódiába. Ez tulajdonképpen egy zajjal összeszőtt zene. Van benne autódudálás, van benne emberi kiabálás, van benne munka végét jelző gyárkürt, van benne vekker, minden van benne, ami ahhoz kell, hogy zaj és zene tökéletesen működjön együtt, de még a zenéből se csak egyfajta, hanem jazz, blues, klasszikus, plusz a zaj, elképesztő műalkotást nagyon szeretem. Örülök, hogy velem töltötték a ma estét. Fogadják szeretettel Gershwin Kék Rapszódiáját zárásképpen. Viszontlátásra!
amik harangoznak, elmondom, mert úgyis megkérdezik majd a koncert után, hogy mi volt ez. Bár lehet, hogy nem, mert tudják, hogy Grieg reggeli hangulata, csak reggeli hangulatba se írt Grieg harangszót. Ráadásul más hangnemben is van, mint a darab, úgyhogy sehogy se passzol. Szóval Edvard Grieg, a norvégok nemzeti zeneszerzője, szintén évfordulós idén. És egy gondolatot hadd idézzek tőle, mert olyan szépen mondta, nagyon szerény ember volt Grieg. Annak ellenére, hogy tulajdonképpen az első volt, aki nemzeti zenét írt Norvégiában. Bartók azt mondta róla, hogy első volt, aki lerázta a német igát, és visszanyúlt a saját nemzetének a gyökereihez. Nagyon nehéz volt ez. Mindig van egy kulturális nyomás minden korszakon, nagy nemzetek, nagy kultúrák mindig a kicsiket valamilyen módon inspirálják, vagy egyszerűen elnyomják, felülkerekednek rajtuk, nehéz függetlenedni tőlük, de Griegnek ez sikerült. Ezért csodálatosan norvég az ő zenéje. És amit idézni akartam, tőle nagyon szerény ember volt, azt mondta egy alkalommal, hogy az olyan nagyságok, mint Bach vagy Beethoven katedrálisokat emeltek az Úristen tiszteletére, de én nem vagyok ekkora ember, én csak kényelmes házakat szeretnék, amiben az emberek otthon érezhetik magukat. Ezért kértem Pap Norbertet, hogy amikor megkomponálja ennek a darabnak a vizuális kíséretét, akkor rajzoljon olyan házakat ebbe a napkeltébe, amiben mindannyian otthon érezhetnénk magunkat.